Önismereti képzések és prevenciós foglalkozások szerepelnek a 12. kortárs segítő tábor programjai között. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalokat a leghatékonyabban a saját kortársaikon keresztül lehet megszólítani. Az egészségügyi alapellátási intézmény egyike azoknak a szervezeteknek, amelyek a kezdetektől támogatják a tábort. Itt előtérbe kerülnek az egészségnevelés feladatai is, az egészségfejlesztő tevékenység, alkohol, drogprevenció mellett, szexuális nevelés, terhesség megelőzés feladatai, ugye a védőnöknek kiemelt napi feladata is az iskola egészségügyi ellátásban, és ehhez kapcsolódóan tudnak ugye az iskolások nagy segítséget nyújtani, azáltal, hogy példát mutatnak, ugye ismereteket átadnak, vagy szükség esetén segítséget kérnek a szakembertől, többek között a védőnőtől is. A tábor egy hétig tart, de a kortárs segítők később is kapcsolatban maradnak. Havonta rendeznek találkozókat, ráadásul különböző feladatokba is bevonják őket. A legfontosabb, amivel ők kezdenek, ugye az alakaros Kanizsa strandfürdőn a folyamatos kortárssegítő figyelem. Itt azt kell tudni, hogy 2003-ban még olyan 40-50 bűncselekmény volt az alakaros a gránit gyógyfürdő területén, a kanizsai strandfürdő területén pedig ilyen 15-20 bűncselekménye lehetett számolni, és az elmúlt 3 évet tekintve már 1-2-re szorult vissza az a bűncselekményi szám, ami akkor történt meg, amikor a kortárssegítői felügyelet ott. A 12 év alatt akadtak olyanok, akik itt alapozták meg rendőri pályaképüket, de a szervezők hangsúlyozzák, a tábor célja nem a toborzás, hanem az ismeretterjesztés.